Vagány, kompakt, stílusos. És nem csak pixelekből áll, hanem tényleg létezik. Ismerje meg az új Jeep Avengert, élj át a minden részletéből sugárzó szabadságot. Ideje kimozdulni és átélni, amit csak az élet nyújthat. Új 100%-ban elektromos Jeep Avenger, 400 kilométeres hatótávval. A valódi kalandokra tervezve. További információk: KB Autó Team Kft., Jeep Márka Kereskedés és Márka Szerviz, Kiskunhalas Keceli út 1923, telefon 77 422 596, www.kbautoteam.hu. Lóce Együttes, Orsova Ireni, Szinetár Dóra, Kovácsovics Fruzsina. Sok-sok helyi fellépő mellett velük is találkozhat december 3-a és 23-a között az Adventi udvarban, idén új helyen, a Városháza díszudvarán. Hangulatos karácsonyi vásárral, sok-sok finomsággal és vasárnaponként közös gyertyagyújtással hangolódhatunk az ünnepre. Nemzetiségi nap gála műsort rendezett a Kiskunhalasi Cigány Önkormányzat. Adventi teaház, a diákok zenéltek, énekeltek, szavaltak a Szent József Katolikus Általános Iskola ünnepfáró programjában. Jótékonysági koncert, Patai Tivadar és barátai a kórháznak segítettek. Dékáni kupa, 8 csapat küzdött a minél jobb helyezések érdekében. Idén is Kiskunhalas volt a házigazdája a Nemzetiségek Napja alkalmából megrendezett országos ünnepségnek. Nemzeti himnuszunk és a cigány himnusz elhangzását követően Langerné Viktor Katalin, a köztársasági elnök tanácsadója, Bányai Gábor kormánybiztos és Szabó Tünde, a helyi cigány nemzetiségi önkormányzat vezetője gyújtották meg az adventi koszorú gyertyáit, majd Bányai Gábor mondott ünnepi beszédet. Azt látni, mikor a békesség megüli a családot, beköszönt a házunkba, házainkba a nyugalom, arra pár órára vagy pár napra, akkor tudunk legigazándiból kiteljesedni, és rájövünk, hogy meg lehet lenni a napi rohanás, a napi kínlódás, a veszekedés, időnként öröm nélkül is, bár az öröm az mindenkinél relatív, de éppen amiatt, hogy a karácsony arról szól, hogy várakozunk, vágyakozunk egy szebb, jobb élet után. Én szeretném ezért mindenkinek tanácsként, hanem is apai tanácsként, nagyapai tanácsként, mert gondolom, ezt már nem fogom űzni családom előtt sem. Szeretnék mindenkinek jól átgondolt évzárást, jól átgondolt következő év nyitást azzal ajánlani, hogy rengeteg lehetőségünk lesz a jóra, rengeteg kísértés lesz a rosszra következő időszakban is, és szeretném, hogyha mindenki meg tudná óvni a szerettei. A hagyományőrző műsor elengedhetetlen egy ilyen kulturális rendezvényről. Az összeállítás részeként többek között a Halasi Cigány Tánccsoport és a Kecskeméti Kodály Zoltán Szakgimnázium néptáncszakos tanulói álltak közönség elé. A hagyományoknak megfelelően most adták át a Halasi Cigányságért díjakat is. Minden évben 3 személy részesülhet a rangos elismerésben. Az idei első díjat a közelmúltban megejtett kiskunhalasi látogatása során Novák Katalin köztársasági elnök vehette át Szűcs Csabától. A mostani ünnepségen díjat kapott Langerné Viktor Katalin, aki meghatottan mondott köszönetet a halasiaknak. Tényleg meg vagyok hatodva, bocsánat, nem szoktam pedig. Már elég régóta színpadképes vagyok, és engedjétek meg, hogy én is hadd köszönjem meg valakinek, és az a férjem. Ő se tudta, hogy kitüntetést kapok, hát akkor most ketten legyünk zavarban. A harmadik Halasi Cigányságért díjat ebben az évben Köves Márta kapta meg, aki többek között a Nő az Esélyért projektben nyújtott kimagasló munkájával érdemelte ki ezt az elismerést. Ez egy országos projekt, a szívügyem egyébként, immárom 7 éve dolgozok a projekt keretein belül, szakmai vezetőként. Több mint 2000 főt vontunk be egyébként a projektbe,
annyit kell tudni, hogy a képzés és a foglalkoztatás párhuzamosan működött. Az ünnepségen Fülöp Róbert polgármester is köszöntötte az ország számos pontjáról ide érkezett vendégeket. Kiemelte, hogy Szűcs Csaba révén milyen jó az együttműködés Halason a cigányság és a városvezetés között. Alapvetően jól alakulnak a dolgaink. És hogyha ügyesek leszünk, akkor június is jól alakul, és utána is tudunk menni együtt, és ahogyan föl is van írva, egy nemzetként. Én köszönöm szépen, hogy mai napon is együtt lehetünk, és Kiskunhalason lehetünk. Várunk vissza mindenkit. Szűcs Csaba alpolgármester és egyben a rendezvény főszervezője beszédében az elmúlt évek sikereit értékelte. Volt jó pár szegregátumunk, összesen 9. 9-ből máron maradt 4. 5-öt fel tudtunk számolni. Kezdtük a Kőrös úttal. Jól emlékszem arra, amikor polgármester úr az irodájába hivatott, hogy kezdjünk valamit a Kőrös úttal. Jó, rendben van, de mit akarsz vele kezdeni? Szüntessük meg. Jó. Feladat adott volt, és azt gondolom, hogy sokan azt gondolták, hogy ez képtelenség, de a csapat azt megcsinálta. És az első olyan volt, ami hosszú éveken, vagy akár évtizedeken keresztül az egyik szégyenfoltja volt a városnak, a Kőrösi út fel lett számolva. És ma már egy cég üzemel ott. És hogy mi lett az emberekkel? Új esélyt kaptak, új esélyt olyan szociális bérlakásokba, ahol normális életet tudtak élni. A rendezvény zárásaként a Karaván família tagjai muzsikáltak. Évek óta hagyomány a Szent József Katolikus Általános Iskolában, hogy adventi teaházat tartanak. Ilyenkor a diákok kis produkciókkal készülnek szüleik, társaik szórakoztatására. Én idén 6 éve zongorázom. Ma a teaházam William Gillock harangjáték című darabját fogom előadni. Nem mondanám, hogy nehéz darab, de viszonylag sokat gyakoroltam, nehogy elrontsam, hiszen ez az utolsó év, hogy az osztálytársaim és az iskola előtt zongorázom, és remélem, hogy tetszeni fog majd nekik. Nagyon várom már a karácsonyt, szerintem ez az egyik kedvenc ünnepem. Megvettem már minden ajándékot a családtagjaimnak és a szeretteimnek, és remélem, hogy jól fog telni. A nyolcadikos diákoknak különleges feladatuk is van. Ők a délután házigazdái. Felszolgálnak, teával, mézes kaláccsal kínálják a vendégeket. Hajdú Diana szívesen vállalkozott erre a feladatra, közben azt is elárulta nekünk, hogyan készül az ünnepekre. Én balotaszállási vagyok, ott kiszoktunk járni az adventi gyertyagyújtásra, a családdal pedig otthon már folynak az előkészületek, már a bevásárlás, az ajándékok tervezése, majd nem sokára a sorra kerül a fának a díszítése is, és igazából ennyi. Sokat eljárunk a családdal, hogyha úgy adódik, akkor esetleg kimegyünk szánkozni, vagy valami ilyesmi, akkor barátokkal szoktam lenni ilyenkor. Nem csak a diákok, hanem a tanári kar is várja ezt az eseményt. Kucsó István igazgató szerint az ünnepvárás kiemelkedő pillanatai ezek. Az adventi teaházunk nagyon régi hagyomány, és nagyon büszkék is vagyunk arra, hogy van egy ilyen programunk, ami azt gondolom a halasi iskolák között megkülönböztet bennünket, hiszen ez az egyik olyan elemünk, amivel megkezdődik az adventi felkészülés, és folyamatosan jönnek azok a programok, amelyek az adventra hangolódást, az Úr Jézus eljövetelére készítik fel a gyerekeket. A gyerekek, akik felszolgálnak, ők már nagyon régóta várják. Hát mi tudják folyamatosan azt, hogy évről évre mindig a végzős gyerekeink felszolgálnak ilyenkor, ők a házigazdák, és erre készülnek, ezt várják már korán, és minden évben nagy izgalommal és nagy várakozással tekintenek rá, hogy na mikor lesz, és akkor ugyanaz megvan, ugyanazok a felszerelések megvannak minden, és nagyon örömmel készülnek rá. És a zeneiskolás produkciók pedig, amik kiegészítő programként megjelennek, azok megint csak azt gondolom nagyon szép színfoltja ennek a rendezvényünknek. Hát előre tekintünk, mert az fog nekünk erőt és energiát adni, hogyha tudjuk, hogy van még mit tennünk, van hová eljutnunk, és hogy milyen úton megyünk, azok a régi jó erős gyökerek, amelyek ezt megalapozzák, ez nagyon fontos számunkra.
Segítő szándékkal zenéltek Patai Tivadar, valamint Kádár Péter és családja jótékonysági koncertet tartottak a Halasi Művelődési Házban. A bevételt a Semmelweis Kórház alapítványa javára ajánlották fel. Általában ilyen karácsony előtt mindig ilyen jótékonysági koncerteket szervezünk. Most például a kórház javára szeretnénk elutalni ezt a bejövő összeget. Megmondom őszintén, hogy nálunk 2019-ben a kisebbik fiú, ugye nálunk 4 gyermek van, és nála kiderült az, hogy combcsont elcsúszása van, és akkor úgy volt, hogy ő nem fog tudni járni, és akkor itt őtet meg kellett műteni 2-szer egymás után, és minket nagyon-nagyon szívesen fogadtak ebbe a kórházba, nagyon-nagyon segítőkészek voltak, és hát ami a legfontosabb az, hogy ugye megmentették a gyerekemet, a gyerekem tud járni, és ugye ez egy anyának, ez nagyon-nagyon nagy dolog az életében, és én úgy gondoltam, hogy ha már csinálunk egy ilyen eseményt, és hogyha felajánlunk, akkor az első az a kórház legyen. Minden jótékonysági eseményt a kórház jó szívvel fogad. Főleg így karácsony előtt, amikor a szívünket kitárjuk az örömnek, a szeretetnek, az ünnepére készülődvén. Ez egy nagyon nemes felajánlás. A kórház alapítványának a következő nagy projektje az egy office hiszterektómiás lehetőségnek a megvalósítása, ami közel 18 millió forintos beruházás lenne. Ebből a 16 millió forint áll rendelkezésünkre, úgyhogy ha ez a 2 millió forint még összejönne a kórház alapítványára, akkor ezt az idén meg tudnánk valósítani, és jövőre el tudjuk indítani. Ami ugye a női egészségnek és a műtői kapacitásainknak az átszervezésével egy olyan lehetőséget biztosít a kórházban a nők számára, ami egy sokkal könnyebb hozzáférhetőség, sokkal rövidebb várólistákat fog eredményezni. A koncertet követően 400 darab töltött káposztával vendégelték meg az érdeklődőket a szervezők. Az ünnepekhez közeledve a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság és a Készenléti Rendőrség munkatársai az egyik helyi hipermarketbe települtek ki. Az Álljunk meg egy jó tanácsért kampány keretein belül egy-egy jó frappáns mondattal ellátott szaloncukrot adtak a vásárlóknak. Felhívták a figyelmet az online csalásokra, valamint arra, hogyan tudják kivédeni ezeket a kísérleteket. A rendőrség és határvadász képzéssel kapcsolatban is kaptak információt az érdeklődők, illetve megismerkedhettek néhány rendszeresített rendőrségi eszközzel is. A kitelepülésen részt vettek a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Dékáni Árpád Technikumának rendészeti szakán tanuló diákok is, akik a vásárlóknak segítettek a pakolásban és a megpakolt táskák, kosarak kihordásában. Ismét izgalmas mérkőzések vannak a Dékáni kupán. Az elmúlt években hagyományá vált már ez a megmérettés itt a helyi, illetve a környékbeli középiskolák számára. Idén is nagyon izgalmas mérkőzéseket láthattak a szép számban kilátogató szurkolók. A szurkolásban valóban nem volt hiány, szépen megteltek a lelátók a mérkőzések idejére. A szervezők középiskola a sajátja mellett idén 7 csapatot látott vendégül. Bátori Gábor szerint egyre nagyobb hagyománya van a kupának. 9-szerre rendezzük meg mind Dékáni kupát, előtte volt Humán kupa, Vári kupa. 8 csapat jött össze sikerült szerveznünk az 5 halasi iskolát, és jöttek Félegyházáról, Kecskemétről és Jánosalmáról most. Itt csapatok és az edzők is tájékozódhatnak, hogy a csapatuk milyen szinten van felkészülve, illetve milyen eséllyel indulhatnak a következő 2 nagy kupán. A Kiskunfélegyházi csapat minden tagja örömmel focizott. Kapás László szerint valamennyi csapattársa szereti és űzi is ezt a sportágat. Nyerni jöttünk persze. Felkészülni minden héten gyakoroltunk, tanár úr segítségével, köszönjük szépen. Az iskola odaadta a tornatervet minden nap. Ennyi. Sportszerű csapatban focizok, ugye, kizsákom. A többieknek ugyanez, Csengele,
Félegyháza, Bugat, megvan. A házigazda dékáni a közönség támogatását kihasználva focizhatott, és ezt igyekezett kihasználni. Hetente egyszer van közös edzésünk, de igazából általában iskolák jó órák után össze szoktunk jönni focizni, gyakorlunk, szokjuk egymást, és igazából így, hogy hazai kupa, hazai közönség, felemelő érzés, hogy ennyien összegyűltünk, és bízunk a legjobbakban. Szerintem mindenkinek a fejében az jár, hogy a közönségnek is bizonyítsunk, hazai közönségnek, meg igazából saját játékunkra is koncentráljunk, hogy jó legyen, és adjunk ki mindent magunkból. A 9. dékáni kupát a Tekó nyerte a házigazda dékáni, valamint a Kecskemét előtt. A részletes eredményeket hírportálunkon találhatják meg. Kedves nézőink, a hírnapló idei utolsó adását látták. Szeretnénk megköszönni önöknek a figyelmet, amelyet egész évben kaptunk önöktől. Az olvasóinknak is köszönjük, akik elolvasták a hírportálainkon a híreket, illetve nyomon követték a Halasi Tükör híradásait. Természetesen a következő évben is számítunk önökre. De az ünnepek ideje alatt is érdemes lesz a Halas televíziót választani, hiszen ünnepi kínálatunkban többek között szalagavató bálokat, koncertfelvételeket és egy néptánc bemutatót is láthatnak majd, úgyhogy keressék a részletes műsortervet a halasmedia.hu weboldalon. Friss adással január 4-én várjuk majd önöket, akkor a Kultúrkép magazinunk legújabb adását láthatják majd, friss hírnaplót pedig január 2. hetétől sugárzunk majd. Még egyszer köszönjük egész éves kitartó figyelmüket, boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új évet kívánunk! Sok régi áll.
bűvös hét.